Atlétikai versenyt és labdarúgó bajnokságot tartottak szeptember végén az Eötvös utcai alapiskolában az Európai Sporthét alkalmával. Az Európai Sporthét az Európai Bizottság kezdeményezése, amelyet 2015 óta minden évben megrendeznek a sport és a testmozgás népszerűsítése jegyében. Az intézmény már évek óta bekapcsolódik az eseménysorozatba, az idei Európai Sporthét azonban eltért az eddigiektől. Abban különbözött az eddigi versenyektől, hogy meghívtuk a komáromi alapiskolákat, és rendeztünk atlétikai versenyt a 6., 7., 8. évfolyamok számára hétfői nap, 26-án, kedden a 1 és 1, 2, 3 évfolyamnak futballmérkőzést, és szerdán újra a 3. és 4. évfolyamosok számára atlétikai versenyt. A résztvevő diákok elsősorban az atlétika klasszikus versenyszámaiban mérték össze erejüket. A hétfői atlétikai versenyen 5 iskola vett részt, a szerdain 6. Voltak, akik nem tudtak elhozni kicsi gyerekeket, voltak, akik nem tudtak betegség véget nagy gyerekeket, de nagyon jó hangulat volt, nagyon jó versengés volt, volt több versenyszám. A hétfő és a szerdai atlétikai verseny különbözött versenyszámokban, 60 méter volt ugyanaz a kicsiknek, nagyoknak, aztán volt hosszú távfutás, hétfőn volt vortex labdával dobás és súlylökés, szerdán a kicsiknek volt kriketlabda dobás és távolugrás. Osztottunk diplomokat, voltak első, második, harmadik helyezettjeink, és a többi iskolából is szintén voltak sikeres diákok. A hűvös és csapadékos időjárás ellenére kitűnő volt a hangulat a versenyeken, és a szervezők is elégedettek voltak a részvétellel és az elért eredményekkel. Elsősorban azért vagyunk büszkék, mert ilyen fantasztikus pályánk van, és ez tényleg, hogy ki kell maximálisan használni. És az előző években meg az volt, hogy egészen más jellegű sportpályánk volt, és itt öröm sportolni, és az atlétika az mindig a sportok királya volt, tehát ezt kell ápolni továbbra is, és nem csak az atlétikát, hanem a többi sportágat is. Az Európai Sporthét egyértelmű üzenete, hogy a mozgás, a sport több figyelmet kapjon az iskolákban is. Az intézmény vezetősége ezen az úton kíván haladni.